Ki kezdte? Segítők elvezetni? Okay. Nem, János, nem éneklek. Látlak. Két jó hírem van, az egyik, hogy a koncert még nem ért véget, a második meg, hogy nem fogok énekelni. Úgyhogy, ó, igen, az persze. Jobb mindenkinek. Okay, az angolul beszélőkhöz egy szó csak. So if you are an English speaker, then Alex is in the back, there in the middle. Could you stand, Alex, for a second? If you want translation, then you could join him. If you're not interested in what I'm saying, then shame on you, then, but you don't have to go there then. Okay. Szóval egy pár szót csak szeretnék szólni így ezekhez. Arra gondoltam, a gyönyörű szóra gondoltam, hogy talán nem olyan meglepő, hogy hallottuk ezeket a dalokat. Nagyon gyönyörűek voltak, nem? Nekem nagyon tetszik, nagyon megáldanak, nagyon örömteliek és nagyon szépek. Úgy értem, ha a hangokra gondolunk, ahogy összeállnak, meg harmóniák, meg ilyen dolgok, amikhez én nem értek semmit. De ha, tudod, ez az, amit hallunk mindannyian, hogy ez szép, hogy ez valami gyönyörű igazából, ez az egész. De arra gondoltam, hogy ez, hogy gyönyörű, ez könnyen lehet csak egy ilyen technikai ügy. Már abban az értelemben, hogy jól össze van rakva, abban az értelemben, hogy jól meg van csinálva, egy jól megírt dal, amit jól adnak elő, ezt értjük, ugye? De van-e valami több benne? Úgy értem, nem csak, hogy élvezem, nem csak, hogy nagyra értékelem a professzionalizmusát, azt, hogy jól meg van csinálva, hanem hogy élvezem-e a dolgot. Hogy, nem tudom, értitek-e? Tehát, hogy mondjuk van egy gyönyörű nő, és akkor bejön a helyiségbe egy másik gyönyörű nő. És akkor az első látja, hogy szépen van felöltözve, jó a sminkje, szép az arca, de mondjuk irigykedik rá, úgyhogy akkor lehet, hogy látja, hogy szép, de attól még nem élvezi a dolgot. Értitek ugye, hogy miről beszélek, hanem beindul a verseny. Vagy egy fiatal ember, aki rá van tapadva a Ferrari kereskedésnek a kirakatára, és nézi az F40-est, és így csorog a nyál a szegénynek, de nem az övé, tudod, szép, látja, hogy szép, de nem élvezi a dolgot, hanem csak, bárcsak az enyém lehetne, vagy valami törvény, amit nagyon jól megírtak, körültekintően jól leírták, és valami jogtudós azt mondaná rá, hogy ez egy jól megírt törvény. De hogyha engem becsuknak 20 évre annak alapján, akkor nem élvezem, hogy az a törvény nagyon jól megvan írva, ugye? Annak erre, hogy lehet, hogy jól megvan írva, és még igaza is van, csak én nem élvezem annyira a dolgot. És ugyanígy mehetnénk tovább, én azt gondolom, mondjuk, hogy a tigrisek azok nagyon gyönyörűek. Van, aki annyira egyetért velem, hogy hordani is akarja őket, de amikor belegondolok, tudod, hogy egy tigris az egy gyönyörű állat szerintem, de kérlek, hogy ne vegyél nekem egyet, mert amint ott lenne velem a helységben, egyből nem élvezném annyira azt, hogy az olyan gyönyörű, tudod, nem, nyilván értitek, amit mondok. Ugyanígy érti mindenki, ugye, amit mondani próbálok, hogy élvezzük-e azt, ami szép, tényleg, úgy értem, milyen szép jobb horog volt, ha nem én voltam a ringben a másik fickó a kesztyűvel a kezén. És igazából ez a gondolat, ami csak így ott van a szívemen, hogy az, hogy gyönyörű, az nagyszerű, és ez egy csodálatos dolog, de lehet egy ilyen nagyon alacsony szinten, egy ilyen technikai szinten, hogy szépen meg van csinálva, jó, nagyon udvariasan, nagyon szép. De élvezem-e a dolgot? És azt hiszem, hogy igen, persze élveztük ezt, és még élvezni fogjuk a többit is. De van neki még egy szintje, amit így meg akartam említeni. Igazából ez a harmadik szintje, hogy van egy technikai szintje, aztán van egy olyan szint, ahol én élvezem, ahol van egy élmény, az, hogy ez jó nekem, ezt élvezem, ez felemel, vagy nem tudom, valami ilyesmit csinál. De van egy harmadik szintje, és lehet, hogy ezt nem olyan könnyű érteni elsőre, de ez a gondolat, hogy ezek a dalok még egy szinten gyönyörűek, mert van bennük imádat, hogy tele vannak imádattal. Van egy nagyon fontos oldala, azon túl, hogy én élvezem, hogy van bennük egy imádat, hogy van benne még egy szintje a szépségnek. És igazán ez azért érdekes, mert ezen múlik, hogy Isten élvezi-e azt, amit itt csinálunk igazából. Azt hiszem, sokszor megesik, hogy emberek elmennek egy gyülekezetbe, egy Isten tiszteletre, és megmaradnak vagy az első, vagy a második szinten. Nézik a technikai dolgokat, minden jól össze van-e rakva, minden rendben van-e, a lelkipásztor helyes szavakat használ-e, hogy mert letegezni ez a fickó engem épp az előbb, milyen hibákat követnek el, mi történik, leragadok ezen az egyes szinten, de nincsen meg a második,
az, hogy én személyesen benne lennék ebben, hogy én kapnék-e valamit. És hogyha meg is van ez a második, van-e a harmadik? Mert igazából egy gyülekezetnek az lenne a funkciója, hogy imádatban járunk-e, hogy van-e egy életünk, ami nagyobb ennél az életnél, hogy van-e az új életnek a kifejeződése a gyülekezetben, hogy van-e szolgálata a Szent Szellemnek, valami több, mint az az első két dolog, több, mint a technikai helyesség, és több, mint az, hogy jól éreztem magam. Van-e valami több? Ott van-e ez a harmadik része, ami Istenhez kapcsol engem? És nyilván ez itt nem titok, hogy mi keresztények vagyunk, ez egy keresztény koncert, és hála Istennek, hogy az országunkban ez ki lehet mondani, és az ember nem kerül még bajba. De igazából az, hogy keresztények vagyunk, az nem azt jelenti, hogy Magyarországon születtem, ergo keresztény vagyok, vagy a szüleim bevittek egy templomba kiskoromban, és kaptam némi vizet, és ettől keresztény lettem, hanem arról beszélünk, hogy hoztunk személyes döntéseket, hogy kövessük Istent, amelyek közül a legfontosabb, a legelső volt, az, hogy rábíztam magam Jézusra, hogy ő intézze el a bűneimet, hogy ő bocsásson, hogy ő hozza el nekem azt, amiért meghalt azon a kereszten 2000 éve, amikor kifizette a bűneimet, hogy ő adja meg nekem azt, amire szükségem van. És igazából ez az, amiről beszélünk, ez az a harmadik szint. De ezért nem élünk bűntudatban keresztények, mert Krisztus a kereszten kifizette az árat. Nem kell, hogy a bűnöm legyen a fókuszomban, és ez egy nagyszerű dolog az életünkben, ez egy óriási szabadság. Nem kell félelemben élnem, mert tudom, hogy Isten velem van. Nem kell reménytelenségben élnem, mert van ígéretem tőle. Nem kell igazából még a halálom napján sem reménytelenségben élnem. És nem egy testvéremmel voltam, akik hívők voltak, és ott voltak az utolsó napjukon, és volt egy örömük, meg egy reménységük. Miért? Mert Jézus legyőzte a halált is. És igazán ez az, amiért ezek a dalok annyira erőteljesek lehetnek. És azt gondolom, hogy ha úgy vagy itt, hogy nem vagy hívő Jézusban, akkor is sok mindenben egyet tudnánk érteni. Valószínűleg ezen az első szinten a technikai dolgok, a tények, tudom is én azt gondolom, egyet tudnánk érteni az adókról, a gazdaságról, a svájci frank áráról. Egyet tudnánk érteni arról, hogy hány kromoszómája van az embernek, hogy néz ki a Jupiter, meg tudod, tehát ilyen dolgokban könnyű egyet értenünk. Nyilván mindannyian ebben a világban élünk. És a másodikban is lehet, úgy értem, reménységeink, tervezni a jövőre, szeretjük a családunkat, a legjobbat akarjuk a gyerekeinknek. Azt gondolom, hogy ezekben a dolgokban is könnyű lenne egyet értenünk, vagy legalábbis értenünk, hogy a másik hol áll. A szeretet, a gyűlölet, a reménység kérdéseiben. De amiről beszélünk, ez a harmadik dolog, ami lehet, hogy neked nem olyan egyértelmű, hogy miért fontos. De azért vagyunk itt igazán, ez a koncert, úgy értem, senki nem pénzért csinálja ezt, aki benne van, és nagyon köszönjük a hangosítórendszert, hogy elhoztátok mindenki másnak, aki dolgozik, meg összerakta. Senki nem pénzért, tulajdonképpen a gyülekezetünk fizet ezért fűtés, meg a bérleti díjon keresztül. De azért vagyunk itt, mert szeretnénk elmondani neked, ha még nem ismered Jézus személyesen, hogy ez a harmadik dolog, ez annyira fontos az ember életében, hogy elmulasztasz valamit, van még egy szint, ahova az élet kiterjedhet, ami sokkal nagyobb ezeknél, és annyira értékes, hogy Isten, aki adta nekünk az érzelmeinket, ő nagyobb az érzelmeinknél. Hogy Isten, aki adta nekünk ezt a világot, ő nagyobb ennél a világnál. Hogy Isten, aki keres bennünket, ő kínál neked egy nagyobb életet, ami erre a harmadik szintre is kiterjed, arra a szintre, ahol kapcsolatod lehet Istennel. És igazából ez az, amit szeretnénk csak elmondani nagyon egyszerűen, hogy ő nincs távol, hogy ő nem érdektelen felőled, hanem hogy ő törődik veled. És keres téged. És igazából ezek a dalok nagyban erről szóltak. Lehet, hogy ez vadonatúj neked, de csak gondolj bele egy pillanatra. Ugyanúgy, ahogy érted a különbséget az első és a második szint között, tudod, hogy mi a különbség, a gyönyörű az első szinten, technikailag gyönyörű,
És mi a különbség a között, hogy valami gyönyörű úgy, hogy engem, hogy nekem van egy jó élményem, de ez a kettő közt van egy különbség. Ugyanúgy, ez még egy lépés, csak még egy lépés igazából, ahol felismerem azt, hogy van valami több, ahova kapcsolódhatok, hogy van egy harmadik szint. Az egész életemre kiterjedően Isten ott lehet velem. Az egész életem, az egész életemben. Hogy egy kapcsolat, ami nagyobb, egy kapcsolat, ami mindig velem van, Istennel. Ez az, amire ő hív engem. Én itt nyilván a szépségről beszéltem meg arról, hogy mi az, ami gyönyörű, de igazából az életről is el lehetne ugyanezt mondani. Az életet lehet úgy mérni, hogy dobog a szívem, az azt jelenti, hogy élek, vagy majd egy nap a sírkövemre rá lesz írva, hogy élt 1970-től valameddig. Le lehet így írni az életet, de ez csak a legalacsonyabb szint. Aztán van egy másik szintje, ami sokkal fontosabb nekünk. A szeretet, a gondolataink, hogy kifejezzük magunkat, ahogy segítünk esetleg valakin, vagy egymás mellett állunk a bajban, ahogy győzünk dolgokban, vagy veszítünk dolgokban, de még ez is csak a második szint. És igazán ez az, amit szeretnénk elmondani ezzel a koncerttel, és ezért vagyunk itt, hogy elmondjuk, hogy van ez a harmadik szint az életünkben, az, hogy járunk Istennel az egész életünkben, és hogy neked is meg lehet ez, hogy ez nem egy távoli dolog, hogy ez ugyanolyan közel van hozzád, mint az első kettő, és csak szeretnélek meghívni, hogyha vágyol erre az életre, akkor gyere Istenhez a szívedben, fordulj ő hozzá, és hozz egy döntést, bízd rá magad még itt ma este. És kérlek, hogy hajtsuk meg együtt a fejünket, és ha akarod, ha szeretnéd megismerni őt, ha szeretnéd megtalálni azt az Istent, akiről beszélünk, akiről dalok szólnak, aki minket annyira szeret, akkor mondd azt neki a szívedben, ennek az Istennek, és szólítsd meg a szíved csendességében, és ő hallja, ő tudja, ő válaszol. Csak szólítsd meg ezt az Istent, és mondd azt neki, Jézus, kérlek téged, gyere az én életembe, légy az én megváltom, én szeretnélek téged megismerni. Jézus, ments meg engem, mert szükségem van rád, szükségem van arra az Istenre, aki először keresett engem, aki nem hagyott magamra, kérlek Jézus, adj nekem egy új életet, egy új kezdetet. Bízom benned, hiszek benned. És ha életedben először megszólítottad őt, akkor van egy ígéret a Bibliában. Ő azt mondja, hogy ha valaki én hozzám jön, akkor én azt biztosan ki nem vetem. És akkor egy új élet kezdődik a mindennapjaidban. És bátorítalak, hogy járj ebben. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Csak még szeretném elmondani, hogy a koncert vége után hátul van két asztal, készítettünk egy csomagot, amiben pár ajándék van, ez teljesen ingyen van, szeretnénk csak odaadni neked. Ha vannak kérdéseid, beszélgetni veled, ha elmondtad ezt az imát, akkor bátorítani ezen az úton. De kérlek, hogyha tudsz utána maradni egy kicsit, akkor csak gyere oda és beszélgess velünk, nagyon örülnénk, ha találkozhatnánk. És aztán még a végére csak annyit, hogy az egész koncertnek a végén lesz egy missziós vacsoránk itt hátul az étteremben, ami viszont pénzbe kerül, de ez valójában csak arról szól, hogy nekünk, a mi gyülekezetünknek vannak misszionáriusaink külföldön, és őket szeretnénk támogatni ezzel, és minden forint, amit ott befizetünk, az ő feléjük megy. Úgyhogy ha tudsz maradni még velünk, akkor nagyon örülnénk neki, de akárhogy is köszönjük, hogy eljöttél, és köszönjük, hogy részt vettél, és köszönjük, hogy meghallgattál, és akkor folytatódik a koncert.